Az idei évben is béremeléseket hajtott végre a kormány, melyekről részletes tájékoztatást adott televíziónknak Bodó Sándor, a pénzügyminisztérium foglalkoztatás politikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára, térségünk országgyűlési képviselője. Jöjjenek a részletek! Két éves megállapodás született a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának ülésén, aminek értelmében 2019. január 1-én 8%-kal emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum összege. A két éves megállapodás értelmében 2020-ban szintén 8%-kal nő a minimálbér és a garantált bérminimum, mondta Bodó Sándor, a pénzügyminisztérium foglalkoztatás politikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára, térségünk országgyűlési képviselője. 2019. január 1-től valóban újabb változások történnek a foglalkoztatás politikában, és hát ennek a leglényegibb kérdése egyértelműen a minimálbér, illetve a garantált bérminimum bérajánlás megfogalmazása. Ez fontos azért is, mert a minimálbérhez köthetően jó néhány egyéb juttatás is kalkulálható, abból kiszámítható, tehát nem csak azt a néhány százezer embert érinti, aki esetleg ilyen összegen van bejelentve, vagy jócskán többet, aki garantált bérminimumon, hanem azok is, akik, ahogy mondtam, ebből az összegből számított juttatásban részesülnek. A megegyezésnek a fóruma a versenyszféra és kormányállandó konzultációs fóruma, és hát ez több lépcsőben is ülésezik. Igazából ez egy folyamatosan működő szervezet, de a lényegi feladatai, a még lényegibb feladatai, azok ilyenkor ősszel indulnak meg, amikor a bértárgyalások megkezdődnek. Itt a munkaadók reprezentatív képviselői vannak jelen, kisvállalkozók képviselőjétől a gyáriparosok képviselőjéig, illetve hát azok a reprezentatív szakszervezetek, három nagy szakszervezeti csoport, aki azért a szakszervezeti tagok nagyon nagy részét képviseli. És hát jelen van nyilván a kormány. Ebben a helyzetben indulnak meg a tárgyalások, nyilván a munkaadók vélhetően alacsonyabb számmal indulnak, a munkavállalók egy magasabb igénye, és hát valahol középtájon történik a megegyezés. Most a következő évre pontosabban már erre az évre 8%-os béremelést fogalmaztak meg, amit el tudott fogadni mindkét fél, mind három fél. Nagyon nagy érték, tehát, hogy van megállapodás, és ez érvényes a minimálbér és a garantált bérminimumra is. És ugyanez a bérajánlás nagyságrendje is. Itt nem ért véget a fejezet, hiszen a következő évre is megfogalmazódott ez az összeg, és hát ugyanott már a időtávolság miatt nagyobb a kockázat, de mindegyik fél el tudta azt fogadni, hogy itt is 8-8% lesz az irányadó. Ebben a helyzetben a következő lépés ugye az, hogy a 2020-as évnek a garanciális elemeit hogyan lehet beépíteni, és hát ez a mutatószámoknak a elemzéséből, az abból való elmozdulásokból adódhat, ugyanis akár a GDP, akár a infláció vagy a termelékenység egyéb mutatószámai, ha olyan mértékben elmozdulnak összességében vagy akár egyik önmagában, akkor a 2020-as minimálbér és garantált bérminimum az felülvizsgálható. Hát így áll a számítási része, és hát az összeg pedig ugye itt mindig bruttóban történik a megállapodás, az a minimálbér 19-re 149 ezer forint, míg a garantált bérminimum pedig 195 ezer forint. 2020-ra pedig nyilvánvalóan ennek a további kalkulációja érvényes. Az Orbán kormány 2016 novemberi 6 éves megállapodásának köszönhetően a jelentős béremelés mellett a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulások összege ez év júliusától tovább csökken. Ez év, tehát 2019 közepétől, tehát az év fél év fordulóján csökkent 19,5%-ról 17,5%-ra, és nyilván itt is az a tendencia, ami korábban volt, hiszen jócskán 20 fölöttről indult, hogy ez a folyamatos csökkenés meglegyen. A munkát terhelő járulékokat mindenképpen csökkenteni kell, ez egy fontos lépés ennek érdekében, hogy a gazdaság hatékonyabban tevékenykedjen. A nyugdíjemelést a kormány az inflációhoz kötötte határozza meg. 2009. január 1-ével a nyugdíjasok is emeléssel számolhattak,
melynek mértéke 2,7%. A nyugdíjemelés infláció követően ennek is van egy számítási rendje, számítási módja. Itt 2,7%-os nyugdíjemelés fogalmazódik meg. Ami évek óta a polgári kormányzat ideje alatt mindig számon kérhető és teljesült is azaz, hogy a nyugdíjak mindig emelkedjenek. Itt egy nagyon fontos mutatószám van, hogy mi a gazdaság teljesítménye. Tehát mi a lehetőség, az anyagi lehetőség. Egyébként ez a béremelésekre is igaz, hiszen mindenki tud egy számmal nagyobbat mondani, vagy kettővel, mindenki mondja azt, hogy de miért nem több pont ennyivel. Hát azért, mert egy gazdasági stabilitást az országban azért fönn kell tartani, és ez látszik is, hiszen a gazdasági teljesítmények egyébként jó. Ebben a helyzetben ez a gazdasági teljesítmény most erre elégséges, de amennyiben úgy alakul, a korábbi években is volt példa, a nyugdíjprémium intézmény ugye bevezetésre került, és nem csak a formáció teremtődött meg, hanem a évvégi október-november talán, hogy jók az emlékeim, tényleges elszámolás is, vagyis ha az infláció olyan mértékkel nagyobb az elvártnál, akkor itt egy ilyen korrekciót, egy összegű kifizetést fog a kormány elkövetni. Ez most is érvényben van, ez a szándék. A közszférában az idén többek között a honvédelmi és rendvédelmi alkalmazottak, a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók fizetése emelkedik. Utóbbinál 4 év alatt 4 lépcsőben emelkednek a jövedelmek. Az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019. július 1-től 8%-os béremeléssel számolhatnak. 2022-re az emelés mértéke eléri a 72%-ot. Az ágazati béremelések azok talán a egészségügyben a legindokoltabbak, nem mintha másod nem lenne erre lehetőség és szándék, hiszen volt, de az egészségügy az meglehetősen összetett műfaj, különböző iskolai végzettségek vannak jelen, és hát ezáltal nehéz mondjuk őket egy-egy bértáblában vagy egy-egy fizetési kategóriában kezelni. Mondjuk a rendőrök, egyenruhások, katasztrófavédő, katonák, pedagógusok, ez azért viszonylag egy egységesen. Tehát az egészségügyben ugye az orvos professzortól a mondjuk nagyon fontos kisegítő munkát végző szakmai személyzeten át, a technikai személyzetig azért nagyon sok mindenki jelen van, és nagy létszám is. Tehát ebben a helyzetben az egészségügyi dolgozóknál a korábbi béremelések volt, amikor a házi orvosok voltak, célzottak volt, amikor ágy mellett dolgozók, tehát most azok a főiskolai végzettségű kollégák kerültek sorra, akik tényleg, hogy elhangzott, esetleg védőnőként, vagy dietetikusként, vagy bármilyen más olyan munkakörben dolgoznak, ami egyébként nagyon fontos, és az ő béremelésük eddig nem történt meg. Hát ez kezdődött most meg egy ilyen életpályamodell szerűen. Országosan talán egy közel 60 milliárd forint áll ennek rendelkezésére, ennek a folyamatnak a lebonyolítására, és most egy 14%-os, majd 20-22, tehát valami hasonló számok alapján fog ez növekedni. Lényegében egy 72-74%-os béremelés kalkulálható ez alatt a 4 év alatt. Teljesen megérdemlik, mint hogy mindenki más is megérdemelni, és örülünk, hogy ennek a rétegnek is tudunk segíteni. A közelmúltban az ország egész területére megérkezett a havazás, megnehezítve a mindennapi közlekedést. Televíziunk felkereste Varga Lajost, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Ügyvezető igazgatóját, valamint Kis Zsigmond alpolgármestert, hogy beszámoljanak a városunkban végzett síkosságmentesítési munkálatokról. Jöjjenek a részletek! A fehér karácsony idén is elmaradt, azonban az elmúlt napokban az ország szinte egész területére megérkezett a havazás. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Munkatársai ügyeleti rendszerben folyamatosan nyomon követik a friss időjárási előrejelzéseket, ennek köszönhetően időben megkezdték városunk utainak, kerékpárutainak síkosságmentesítését, tudtuk meg Varga Lajostól, a Kft. Ügyvezető igazgatójától. Városunkban szombaton ért el ez a havazás, amit az előrejelzésből figyeltünk, hiszen ilyenkor hóügyeletet tartunk fent, és az időjárás időképet itt a informatikai rendszeren keresztül folyamatosan figyeljük, ugyanúgy, mint más egyéb közútkezelő szolgáltatók, és a gépek, illetve a dolgozók ugye ügyeleti rendszerben voltak, amikor elérte a havazás a
városunkat, akkor mivel először felkészültünk arra, hogy végeztünk egy alásózást az úthálózaton, és amikor ugye a hónak a nagyság ugye elérte azt a tolható állapotot, akkor indultak a gépek, és a kerékpárúton, illetve a gyalogos úthálózaton a két kisgépünkkel, az önkormányzati úthálózaton pedig a nagy gépeinkkel végeztük a síkosságmentesítést. Szombati, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtöki napot, hogyha megnézem, akkor több mint 50 tonna síkosságmentesítő anyagot szórtunk ki, gépi munkavégzésünk az közel 200 óra volt, a kézi munkavégzésünk is közel 200 óra, ami azt jelenti, ugye, hogy a négy gép összesen, illetve általában egy olyan 10-15 fővel egészítettük ki azokat a csomópontokat, ahol a kézi munka erőt be kellett vetni. Azt kell tudni, ugye, hogy a gépek, ahol nem tudják eltolni megfelelő módon a havatot, kézi munkaerővel mindenféleképpen ki kell, hogy egészítsük, illetve a parki területeken is, ahol térkőburkolat van, azokon a helyeken is kézi munkaerővel végeztük a síkosságmentesítést. Püspökladányváros közigazgatási területén belül ki vannak jelölve az úthálózatok, hogy melyek tartoznak a közútkezelő és a városüzemeltető és gyógyfürdő Kft. Kezelésébe. A közútkezelői a 42-es, illetve a Táncsics, Rákóczi, Kossuth és az Erős Lajos utca nyomvonala. A városüzemeltető Kft.-nek 1-es és 2-es kategóriájú úthálózatai vannak. Ez azt jelenti, hogy 1-es kategóriájú utak a helyi közlekedési buszhálózat nyomvonala, valamint a központi utcák, amelyeket legintenzívebben vesz igénybe a lakosság. Miután ezek takarítását befejezték a szakemberek, következnek a 2-es kategóriájú utak, amely minden egyéb szilárd útburkolattal rendelkező utca. Itt látszik, hogy a 42-es nyomvonal a ketté szeli a városi, itt a Bocskai Petőfi utca részen a 42-es nyomvonal, itt a Erős Lajos utca, Kálvin utca, Kossuth utca, Rákóczi utca, idáig a Táncsics utcáig. Itt mindenféleképpen ugye a közútkezelő jogosultságában van, és akkor itt látszanak azok a csomópontok, ahol a Balcsi Zsilinszki utca, a Petri telepen Árpád utca, Peti Pál utca, végig Csillag utca, Szent László utca, itt kimegyünk ugye a Szent Lászlóról az új telepre, itt a Mező Imre utca, ezek az utcák azok a kiemeltebbek, Zinyi Miklós, itt a központi részek, illetve a keleti sor is oda tartozik, és utána pedig ezek a leaszfaltozott városi utcák, amelyek tulajdonképpen a gépünk az egyik a 42-es déli, a másik a 42-es északi részét síkosságmentesíti. A kisgépek pedig lehet látni itt a kerékpárút nyomvonalát végig, illetve természetesen a piac, temető, közintézmények előtti részt, de járdaszakaszokat, és akkor itt a 42-es nyomvonalába végig a kerékpárutat, Petri Pál utcán, Kánkároljon, Attila, Damjanics utcán, mindenütt, ahol a kerékpárút elkészült, és igénybe tudják venni a lakosok. A szakemberek ütemezetten és összehangoltan végzik az utak tisztítását, azonban a hó eltakarítását akkor tudják hatékonyan megkezdeni, ha a lehullott hó vastagsága meghaladja az 5 cm-t. Az alatt sózásra van lehetőség. Akár a közútkezelőnél, akár a egyéb városüzemeltető cégeknél, ugye 5 centi felett kezdődik a hótolás, az alatt felesleges, illetve nem tud hatékony lenni a gép tulajdonképpen. Tehát ezelőtt is így volt, ezután is így lesz, de azt gondolom, hogy tényleg akár a hómennyiségét, hogyha figyelembe veszük, akár a munkaórát igyekeztünk minél hamarabb helyreállítani a rendet a városban. Ebben az időszakban komolyabb meghibásodás a gépek állapotában nem történt. Erről számolt be televíziónknak Varga Lajos. A kerékpárutat, illetve a gyalogos
közlekedésre alkalmas úthálózatot azt két új profi kisgéppel tudjuk végezni, a sikosságmentesítését, a másik két gépünk ugye az elég koros, de itt ilyenkor a tél meg beállta előtt a javítás karbantartásokat elvégezzük. Ennek ellenére is elő szokott fordulni. Apróbb kisebb hibák történtek, de ezeket kijavították a kollégák, és utána ugyanúgy tudtak dolgozni a gépek. A Kft. További havazásokra is fel van készülve. Mindenféleképpen készülni kell, hiszen az előrejelzésekből látható, hogy akár havaseső, akár ugye lefagyásra kell számítani. Tehát a sikosságmentesítést nem csak akkor végezzük a városban, illetve máshol sem akkor kell végezni, amikor havazás történik, hanem amikor mínuszfok van, ónos eső várható, illetve egyéb lefagyásból adódó csúszásveszély, úgyhogy ez volt az elmúlt tél kezdetében is, úgyhogy elő szokott fordulni szinte minden télen, hogy kimondottan csak a sózásra vagy a sikosságmentesítésre kell koncentrálni, hiszen akár a gyalogos, akár a kerékpáros közlekedés a legjobban veszélyeztetett, és nyilvánvaló, hogy a csúszás veszély az a leghamarabb itt okozhat személyisérülést. Ügyvezető igazgató úr ezen kívül még egy fontos dologra szeretné felhívni a lakosság figyelmét. Ilyenkor azért szoktuk kérni a lakosságnak a türelmét, nem tudunk egyszerre mindenütt ott lenni. Kollégáink azt gondolom, hogy tényleg igyekeztek, és meg igyekeztünk végül is, hogy minél hamarabb rendbe tudjuk tenni a helyi úthálózatot. Az önkormányzat is minden eszközzel igyekszik segíteni, mind a város üzemeltető és gyógyfürdő Kft. Munkáját, mind a lakosok biztonságos közlekedését, mondta el televíziónknak Kis Zsigmond alpolgármester. A városi üzemeltető Kft. Ugye egy komolyabb összeget kap az önkormányzattól minden évben arról, ahhoz, hogy tulajdonképpen biztosítsa a megfelelő közlekedési útviszonyokat a városban, az élhető város érdekében. Mellett pedig ugye közmunkásainkat is be tudjuk vonni ebbe a munkába. Jelenleg is egy olyan 30 fős közmunkás brigád dolgozott, meg dolgozik annak érdekében, hogy a hóhelyzeten javítsanak. Tehát nekik nem az a fő feladatok, hogy az utakat takarítsák, hanem inkább az utak mellett az útról, meg az átjárást, meg a tulajdonképpen a járdáknak a tisztán tartásába segítenek be. Az önkormányzat is kéri a lakosságot, hogy legyenek türelmesek az utak takarítását illetően, hiszen a szakemberek ütemszerűen végzik a munkálatokat. Amikor elkezd esni a hó, azért a hókotról nem tud egy perc alatt mindenütt oda kerülni, azt tudomásul kell venni, ugyanúgy, mint a személyszállításnál, hogy nem egyszerre szállítják el az összes kukát, hanem szépen sorba folyamatosan mennek végig utcáról, házról, házra, és utána pedig ugye nyilván ugye az összes szemét elszállítása megtörténik. Ugyanez nyilván a hótakarítással is, hogy vannak prioritási sorrendek, aminek megfelelően kell eljárni az adott esetben. Nyilván azok az utak, ugye a főközlekedési utak, gyűjtő utak, a legfontosabbak, hogy ugye az alapvető közlekedés meg tudjon indulni, majd azt követően pedig nyilván a mellékutak azok, amelyeket majd ugye próbálnak megtisztítani ezekkel a gépekkel. Ugye az sem elenyésző, meg azt elkerülni, hogy tulajdonképpen a kerékpárutak is az egyik legfontosabb közlekedési útvonalak. Ott, ahol az emberek gyalog, kerékpárra közlekednek, és ott annak még tisztábbnak kell lenni, mint egy útnak, mert ugye egy négy keréken járó jármű mégiscsak könnyebben közlekedik, mint egy két keréken, vagy akár gyalogos közlekedés esetében. Én arra hívnám fel a figyelmet a lakosság számára, hogy abban az esetben, ha olyan rendellenességet tapasztalnak, vagy olyan helyzetek alakulni ki, akár hőhelyzetben is, akkor legyenek szívesek. Van nekünk egy ügyeletünk a városi üzemeltetőnél, azt a telefonszámot hívják, és én kérem a tévét és a médiát is ebben, hogy segítsenek, hogy ezeket az információkat adjuk át a lakosság számára. Szabó Károly úr az, aki a városi üzemeltető Kft-nél ezzel meg van bízva, ő tulajdonképpen ennek a kommunális ágazatnak a vezetője, és adnék egy telefonszámot is, amin el lehet őt írni. 30-as 820 1449-es telefonszám, amit őt el lehet érni, és bármilyen olyan negatív élményt, ha megtapasztalnak a kedves itt lakók, akkor legyenek szívesek, hívják azonnal ezt a számot, és én megígérem, hogy azonnal intézkedni fognak a kollégák. Az ingatlan előtti járdaszakaszt mindenki köteles csúszásmentessé tenni, mivel rendkívül balesetveszélyes a járókerők számára a havas, jeges járda.
Most tél van, és ebben az időszakban ugye fel kell készülnünk rá, hogy bármikor jöhet egy újabb hóesés, ami megnehezíti a lakosságnak a közlekedését. Kérném a tisztelt lakosságot, hogy saját házuk előtt lévő utakat legyenek szívesek megtakarítani, saját és akkor a embertársaink érdekében is, hiszen ezzel nagyban hozzá tudnak segíteni a városnál, a városnak abban, hogy minél hamarabb a havat el tudjuk takarítani. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései szerint az elkövetkezendő napokban még várható hószálingózás, havas eső, valamint viharos szél is előfordulhat. Püspökladányváros önkormányzata és a Karacs Ferenc Múzeum tagintézmény 5 millió forintot nyert a Kubinyi Ágoston program múzeumok számára kiírt pályázatán, mely összegből hamarosan megújulhat a tagintézmény a Bihari Nagycsárét története a lecsapolástól 1914-ig című állandó kiállítása. A nyertes pályázattal és a tervezett munkálatokkal kapcsolatban ifjabb Györfi Lajos tagintézményvezetőt kérdeztük. A Karacs Ferenc Múzeum a Bihari Nagycsárét története a lecsapolástól 1914-ig című állandó kiállítása az 1970-es évek végén épült a kor színvonalának megfelelően. Közel 40 év távlatából azonban felújításra, újra gondolásra szorul. Erre ad lehetőséget az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kihirdetett Kubinyi Ágoston program, mely által 5 millió forintot nyert az önkormányzat a múzeum fejlesztésére. A pályázat részleteiről ifjabb Györfi Lajos tagintézményvezető nyilatkozott televíziónknak. Karacs Ferenc Múzeumnak az állandó kiállítása a Bihari Nagycsárét története a lecsapolástól 1914-ig egy igen régi kiállítás, tehát 1979 és 80 fordulóján készült el, még az első igazgató alatt a múzeum. Tehát lényegben egyidős a múzeummal, a Karacs Ferenc Múzeummal, és időszerűnek láttuk, hogy a kiállítást megújítsuk, és pályázatot írtunk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdette meg a tavaly évben a Kubinyi Ágoston programot, kifejezetten a múzeumok szakmai támogatására. A Karacs Ferenc Múzeum elkészítette a pályázatot, és az önkormányzat, a Soklányváros önkormányzata pedig benyújtotta, és tavalyi év végén értesültünk az eredményességről. A múzeum, vagyis az önkormányzat 5 millió forintot nyert a Kubinyi Ágoston programon belül a múzeum állandó kiállításának fejlesztésére, és ez még hozzájön az önkormányzat által vállalt 10%-os rész. Györfi Lajos elmondta, az átalakított kiállítás egy virtuális sétát tesz majd lehetővé a korabeli Püspökladány főutcáján. Mint említettem, egy 40 éves kiállításról van szó, tehát szinte minden püspökladányi ismeri is, és ahogy itt láthatják, a kiállítás már önmagában, tehát múzeológiai és esztétikai szempontból is elavult. Nem beszélve arról, hogy a mai múzeológiai viszonyoknak megfelelően 5-10 év egy állandó kiállításnak az időtartama, tehát itt már azért lényegesen túlléptük. Megpróbáltuk megkeresni a forrásokat, és sikerült is. A kiállítást úgy szeretnénk átalakítani egy régi ladányi főutcába, szeretnénk átalakítani, tehát lényegében egy virtuális sétát tehetne majd a látogató a 19. századi Püspökladányi főutcán. A főutca köveit viseli a kiállításnak a munkacíme, és onnan jutunk majd el a Sáréti portára és a Sáréti házra, amelyet lényegében változatlanul hagyunk, nem is változatlanul, de felújításra, újra átgondolásra kerül a múzeumnak az éke a Sáréti ház, amelyet itt láthatunk a Püspökladányi Múzeum terében. A felújítási munkálatok a kiállítás mellett az épület termeit is érintik. A cél szellősebb, modernebb terek kialakítása. Itt ilyen poszdória falakat lehet látni, sokszor szembesülünk vele, hogy nagyobb csoport jön, tehát iskolás csoportoknál nagyobb, tehát egy fél busznyi csoport látogató érkezik a múzeumokra, egyszerűen nem tudunk tálatot vezetni, mert nincsen elegendő hely, tehát szeretnénk sokkal szellősebb tereket kialakítani, ezt az elkülönést, amiben elkülön a helytörténet és a néprajzi rész egybefüggő teret kialakítani, sokkal szellősebben látogatóbarát környezetet, és nem beszélve arról, hogy a műtárgyaknak is egy ideálisabb környezetet alakítanánk ki, hiszen maga a
terem is előkészítésre került, tehát padlózattól kezdve vezetékek, nyílászárók újítására is sor kerül, illetve több pályázatot adtunk be, hogy kiegészítsük ezt a kubinyi programot azzal, hogy szeretnénk az egész múzeumot rendbe tenni. Jelenleg is több pályázatunk fut arra, hogy mind külsőleg is, mind belsőleg is megújulhasson a Karacs Ferenc múzeum. Az új állandó kiállításról még annyit kell elmondanom, hogy Kis Beatrix országos sírű látványtervezővel, aki a Déri Múzeum munkatársa, fogunk együtt dolgozni. Az ő nevéhez több jelentős kiállítás is fűződik, többek között, ami ismertebb lehet, akár a lányok számára, és az Etnotrezor kiállítás, ami pár évvel ezelőtt volt a Déri Múzeum egyik kiemelt látványossága. Habár a munkálatok ideje alatt a múzeum zárva tart, a múzeum pedagógiai foglalkozások ez idő alatt is meg lesznek tartva. A részletekről a tagintézmény munkatársai a közeljövőben értesítik a lakosságot. A Karacs Ferenc Múzeum tagintézmény állandó kiállításának felújítási munkálatai várhatóan tavasszal kezdődnek és még idén befejeződnek. Január 7-én városunk idei rendezvénysorozata hagyományosan az újévi koncerttel vette kezdetét. A Dorogi Márton Művelődési Központ színház termében ezúttal Szent Martin elismert szakszofon és pánsép művész adott teltházas koncertet. A következő percekben az estéről készült összefoglalónkat tekinthetik meg. Talán már senkinek sem kell bemutatni Szent Martin, szaxofon és pánsíp művész, zeneszerzőt, aki nem csak hazánkban, de külföldön is elismert előadó művész. Ezúttal városunkba is ellátogatott, és a Dorogi Márton Művelődési Központ színház termében adott teltházas koncertet. Városunk rendezvénysorozatának idei első eseményén először Kis Zsigmond alpolgármester újévi köszöntőjét hallgathatták meg a jelenlévők. A karácsony üzenete, a csend, a béke és a szeretet még itt van a szívünkben. Még ebben a nyugalmas szeretetben léptünk át az új évbe, ami körülvett minket az elmúlt napokban. Nem hiszem, hogy akad olyan ember, aki ne ígéretekkel kezdeni az új évet. Az ember alapvető tulajdonsága, hogy vágyik a megújulásra, akarja a szebbet, a jobbat. Vajon van-e olyan, aki egy új esztendő kezdetén nem mérlegelni az elmúlt évet, és ne készítene összegzést annak hibáiról, erényeiről. Minden számvetés eredménye egy újabb, nehezen betartható fogadalom, és egy az előző évnél sikeresebb esztendő megtervezése. Mi emberek nem vagyunk egyformák, eltérőek személyes ambícióink, terveink, értékeink, másképp gondolkodunk. Abban viszont minden egyetértünk, szeretnénk az új év napjait nagyobb szeretetben, több boldogságban, jobb egészségben, biztosabb egzisztenciában eltölteni. Szűk családunkon túl egy jóval nagyobb családhoz is tartozunk, amelynek több mint 14 ezer tagja van. Ennek a mi családunknak számos közös vágya, reménye van. Ezek a leghétköznapi dolgoktól kezdve a legmélyebb érzelmetekig terjednek. Vágyunk arra, hogy itthon érezzük magunkat városunkban, ahol jó megpihenni, kikapcsolódni, ahol vannak barátaink, ahol biztonságban tudhatjuk magunkat, gyermekeinket, szüleinket és nagyszüleinket. Püspökladányban nagyon sok értékes, önzetlen, segíteni és tenni akaró ember él. Olyanok, akik szívesen dolgoznak mások örömeért, akikre mindig lehet számítani, akik mindig készek az együttműködésre. Az, hogy egy ilyen közösségnek a tagja lehetek, és magam erejét ennek a közösségnek a felvirágoztatására foríthatom, megtiszteltetés. Az alpolgármesteri köszöntő után Szent Martin lépett a színpadra, akit tapsvihar fogadott, majd elkezdődött a várva várt koncert, melyen elsőként a Virág rózsaszínben című számát hallhatták a jelenlévők.
A koncerten természetesen a pánsíp is szerepet kapott, így a művész úr ezen a hangszeren játszott dalokkal is megörvendeztette a közönséget. Az előadás végén a közönség vastapsal jutalmazta a művészt, és a megkérdezettek kameráknak is elismerően meséltek a koncertről. Lenyűgöző volt, nekem legalábbis egy élmény volt, én még soha nem hallottam Szent Martint élőben, még igazából rádióban sem annyira, mert nem büszkélkedhetek sajnos azzal, hogy sokat hallgattam az ő zenét, nyilván a médiából innen-onnan ismertem, és nem volt teljesen ismeretlen, de én azt gondolom, hogy egy végtelenül intelligens és egy remek embert ismertünk meg a személyében. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy Püspök Ladányban is ilyen színvonalas rendezvények lehetnek, és az idén ez az első alkalom, és várjuk a folytatást, hogy máskor is legközelebb is, és mindig ilyen rendezvényekre tudjunk jönni. Nagyon tetszett ez, én nagyon jól éreztem magam. Nagyon tetszett az előadás, nagyon szeretjük a szaxofont és a Szent Martint is. Most levettek részt először Szent Martin koncertet? Nem, már én Akteleken is jártam. A koncert után Erdei Anna, a Dorogi Máton Művelődési Központ tagintézmény vezetője értékelte a mai rendezvényt, és az esemény részleteiről is mesélt kameránknak. Most a mai napon Szent Martin adott egy újévi koncertet itt a Művelődési Központ Színház termében. Ez több mint egy órás koncert volt, nagyon pozitív volt a visszajelzés, tényleg még a hatása alatt vagyunk a koncertnek, hiszen teljesen átszellemültünk, tényleg egy nagyon szép estét hallgathattunk itt meg. A színházterem teltházas volt, tehát 276 férőhely, ilyen mindenki ült. Úgy tudtuk megszervezni ezt az újévi koncertet, hogy Püspökladány város önkormányzata támogatta ezt a rendezvényt, valamint 1000 forintos jegyáron lehetett vásárolni jegyeket, és így valósult meg ez a mai újévi koncertünk. Televíziónknak is lehetősége nyílt Szent Martinnal beszélgetni, aki többek között a jövőbeli terveiről és a mai nap tapasztalatairól is nyilatkozott. Úgy szoktam apostrofálni egy ilyen helyzetet, hogy amikor megérkezik a közönség, az egy fizikai helyzet, de lélekben mikor érkezik meg? Na ezt kell megpróbálni egy előadónak minél hamarabb előidézni, és amikor a közönség hétköznap érkezik, akkor én úgy érzem, hogy mindig nehezebb, mint amikor hétvégén. De most ők nagyon elcsípték a fonalat, azt gondolom, és a második dal után kicsit elhelyezkedtek jobban, mélyebben a székbe, és reagáltak, sokan mosolyogtak, utána könnyeztek, volt nagyon hektikus volt a helyzet, de a közönség kitartása és a reflektálása a dalokra az kitartó és nagyon eredeti, hogy mondjuk intenzív. Szent Martin több mint 25 éve elismert művésze a hazai és külföldi zenei életnek. Ennyi színpadon eltöltött év után felvetődik a kérdés, hogy honnan meríti ezt a rengeteg erőt és energiát, amely körülveszi őt a színpadon, a szabad idejében mivel kapcsolódik ki. Az életbeni dolgokra ugye megpróbálok fókuszálni, és azt gondolom, hogy a történések azok mindig jeleznek valamit. Hát, hogyha szeretem a természetet, és hogyha megélhetem, van rá lehetőségem, akkor megélem. Most már sajnos nem a kutyáimmal, mert jelen pillanatban nincs, de ő nélkülük is el tudok menni, akár sétálni, kikapcsolódni ott a környező területen, de tovább mondom, akár kirándulni hosszabb távra.
Kerékpározni nagyon szeretek, most ritkábban veszem elő, de sportot azt nagyon szeretem. Teniszezni minden nap szoktam, és most a decemberi időszak az annyira, mondjuk az, hogy sűrű volt és intenzív sok-sok koncerttel tartítva, hogy keveset tudtam, és most 3 nap alatt bepótoltam, 3-szor is játszottam, és akkor ez így fizikailag egy kicsit leterhel, de mégis földobódok, ugye felszabadulnak az energiák, jól elfáradok, de közben agyban kitisztulok egy picit. Ez olyan, mint a síelés, az ember oda kell, hogy figyelj, nem lehet. Ha nem figyelsz oda, akkor elveszed a meccset. Úgyhogy ezek mind-mind ilyenek, a baráti kapcsolatok, a közvetlen játék öröme mondjuk a baráti társaságban, hát az is egy-egy ulti parti, szóval ilyen jó kis lélegzős dolgok. A legnagyobb kikapcsolódást természetesen a zene jelenti számára. Az íre a pontot azt teszi föl, és hát az kalauzol el minden esetben engem. Azt hiszik, hogy mondjuk ilyenkor milyen sokat adok a közönségnek, ez így is van, de én milyen sokat kapok vissza. És ez megint egy olyan feltöltődés, rengeteg energia, a közönség figyel, fókuszál, elcsípte a szállat, egymás élete részeivé váltunk. Mesélnek magukban, majd utána mesélnek itt, amikor aláírom az emléklapokat, és akkor együtt már van közös pontunk, és találkozunk majd egy következő előadáson. A számtalan hazai és külföldi fellépés során rengeteg meghatározó élmény, esemény érte és éri a művész urat, melyekről a kameráknak is mesélt. Mi zenészek, mint hogyha megismernénk egymást az utcán, pláne akkor, hogyha másokat halljuk is, hát akkor meg arra buzdítjuk magunkat, meg őket, hogy tudnánk kommunikálni, főleg akkor, hogyha valami nagyon jó az. És ez így volt Ausztráliában, de szinte mindenhol, Ausztráliában, Új-Zélandon, Donegában, akkor Portugáliában, de Párizsban, amikor jöttem föl az Airwear-ből, ez a föld alattiból, akkor hoztam magammal a hangszert, és egy hölgy ott muzsikált, egy ilyen elektromos zongorán, és akkor oda hívott magához. És tudunk egy kicsit játszani? Tudunk. És összejött, vagy nem tudom, 500 vagy 1000 ember, rengetegen nem számoltam meg, és akkor, mikor vége volt ugye annak a 4 dalnak, amit együtt muzsikáltunk, akkor mondtam, hogy hát köszönöm szépen, én akkor távoznék. Ne, hát miért mész még el? Mondom már. Aztán nézzük, milyen sokan vannak. Azt mondja, az elmúlt fél évben nem kerestem ennyit, mint az előző 15 percben. Szóval ilyen pici kis sztorik vannak. Az, hogy mondjuk akteleken muzsikálunk, és hát a hideg van, 12 fok van, ezért föl kell öltözni a közönségnek, de ha felöltözik, akkor nagyon kellemesen érzi magát. A hangszerek érzik ezt a 12 fokot, plusz 12 fok azért csak. De mi annál nagyobb lelkesedéssel, és hát hogyha már az ember játszik folyamatosan szinte hangszeren, akkor az átvezi a hőmérsékletet, és az... Hát de a hegedűsök, ugye, a vonósok, akik hátam mögött állnak, őnáluk is átvenné azt előbb-utóbb, de valamikor nem tudja megvárni ezt a hegedű húrja, és egyszer csak elpattan. Ez volt múlt év elején, illetve múlt évben, amikor muzsikáltunk, hogy nem csak a húr pattant el, hanem a húrláb is eltört. Hát szegény, ugye nem tud tovább muzsikálni, hát erre mondom neki, jó, hát akkor sajnos ülj le akkor oda a színpad célek, a pici munka, pici pész. Na, de erre ott ugye bohockodunk mindig így egymással, és azt gondolom, hogy ez is tovább visz bennünket, a vidámság, az öröm, a gyermekkori tisztasággal való egymás felé fordulás, és a zenében ez nagyon érződik. Úgyhogy hát olyan sok esemény van, amivel kapcsolatban külföldön például most márciusban játszottam, most megint megyünk Amerikába, és a Dan Ross basszusgitárosával úgy sikerült, hogy bementünk egy klubba, ők ott játszottak, jammeltek, és hát nyilván az ember ilyenkor viszi a hangszert magával, és két magyar muzsikussal fölmettünk a színpadra, és egy hatalmasat zenítünk, és erre azt mondtam az ottani énekesnek, hogy te ne haragudj, már van kedved a következő albumon énekelni. Ha persze, azt mondja, keres meg. Ennyi volt az egész, csak Roy Jones Jr., aki egy ilyen 50-es fickó, iszok jó hanggal, jó kis recés hanggal, és mondtam, hogy hát akkor majd írok a megfelelő pillanatban. Írtam neki, válaszolt, mondta, küldjem a dal alapot, és már intézi is. Elénekelte, és egy hét múlva ott volt a kezemben az anyag, és intéztük, és rajta van az új albumon. Tehát ezeknek a sokasága zajlik ilyenkor, itthon is, és külföldön is. Az idei 2019-es évet tekintve is számos feladat áll az elismert művész előtt. Nagyon szeretném a legújabb lemez bemutatni Magyarországon, sok koncerttel, sok új emberrel, új közönséggel, és hát kiváló muzsikus kollégáimmal. Tavaly kijött egy verseskötetünk, ez már a negyedik,
szeretném, hogyha az idén egy kicsit a festményeimmel és a fotóimmal, amit egyébként ilyen külföldi díjazásokon is és magyar elismeréseken is nagyon jól szerepeltek, első helyen végeztek, ezt szeretném majd a közönségemnek megmutatni valahogy, de ezt is a zenébe szeretném fűzni, tehát vagy hangos CD, és akkor majd arra rátesszük, és akkor egy bukletbe benne lesz, a könyvbe meg ott lesznek a fotók, tehát hogy így ötvözni azokat a dolgokat. Így van, nagyon sok terv, videoklipet szeretnénk készíteni. Fiamnak írtam egy dalt erre az új lemezre, a Valóra vált álmok című lemezre. Az a dal címe, hogy majd eszembe jött, a meséktől szebb az élet. És ez tényleg így van, hogy az ember, én különböző életszakaszaimban nagyon szerettem a mesét, és ezt mindig ki is mutattam, vittem magammal a könyvet középiskolába, hát jó, hát ilyenkor már kevésbé, de hogy elolvas az ember egy régi mesét, nagyon sok tanulsága van. És akkor így a fiammal megbeszéltük, hogy hát ez nagyon jó lesz ez a cím, ő elfogadja, megírtam a szöveget hozzá, ő is alakított rajta egy picit magának, és megvan az új dal. Ebből szeretnénk egy olyan videoklipet, ami gyakorlatilag a kis lenyomata a mi közös zenélésünknek. A koncert után természetesen a nézőknek lehetőségük volt Szent Martinnal fotózkodni, és akár dedikáltatni is. Ezáltal még személyesebbé sikeredett városunk idei első rendezvénye. Fények utcája, fények intézménye és fények lakóháza kategóriában hirdetett pályázatot Püspökladányváros önkormányzata 2018. november 20 és november 30 között. A felhívásra 5 pályázat érkezett. Az eredményhirdetésre röviddel karácsony előtt került sor a Városházán. Jöjjenek a részletek! A fényfüzér egy modern találmány. Csak pár éve szokás vele házunkat, fenyőfánkat díszíteni, mégsem teljesen új szokásokról van szó. A fény az ünnep születése óta lényeges része annak. A karácsonyi készülődés időszakában adventkor is nagy szerepet játszik. Püspökladányváros önkormányzata az advent jegyében Fények utcája, Fények intézménye és Fények lakóháza kategóriában pályázatot hirdetett 2018. november 20 és november 30-a között. A felhívás célja a lakosok aktív bevonása az adventi készülődés időszakába, az épületek, lakóházak ünnepi fénybe öltöztetése volt. Az eredmény kihirdetésére karácsony előtt nem sokkal került sor a Városházán, ahol Kis Zsigmond alpolgármester köszöntötte a pályázat résztvevőit. Kis Zsigmond televíziónknak elmondta, a képviselőtestület nagy többsége támogatta az ötlet megvalósítását. Igazából a hölgyek találták ezt ki, a képviselőtestületből Papné Monika meg Kovács Krisztina említette nekem először, hogy ők ezt szeretnék megvalósítani, amihez szerintem a képviselőtestület nagy többsége kapcsolódott, és akkor innen jött az ötlet, ugye meghirdettük, és hál' Istennek jelentkeztek is ugye a pályázatokkal itt az önkormányzatunknál, és jó néhány díjat át tudtuk osztani a mai napon. Magyarországon a 80-as években kezdtek megjelenni az elektromos égők. A fényfüzér először a karácsonyfán jelent meg, később már városok falvak főtereit is díszítette. A magánházak feldíszítésének szokásaira nem sokat kellett várni. A kertben lévő fenyőfákon, az ablakokban, a korlátokon, az ereszajdeszkákon lógó fényfüzérek mind-mind az ünnepet hirdette, annak minden szépségével, meghittségével. Az önkormányzathoz a meghirdetett 3 kategória közül 2-re érkezett összesen 5 pályázat. A Fények intézménye kategóriában a második helyet a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ intézménye, az első a Room of the Dreams esküvői ruhaszalon lett. Minden évben ki szoktuk világítani a szalont, meg a házat, aztán úgy gondoltuk, hogy akkor miért neveznénk be. Milyen elemekkel díszítettetek? Ledsoraink vannak, illetve a szalonban bent, a kirakatban van. Egy karácsonyfa, álkandalló, kis karácsonyi dekorációk. A további években tervezitek-e ezt egy kicsit továbbfejleszteni? Persze, nőnek a tuják, úgyhogy egyre több lesz, egyre nagyobb, és szépen haladunk az évekkel. A Fények lakóháza kategóriában 3. Fekete Erika és családja, 2. Karacs Ferencné és családja lett, a legszebbnek Iványi Zsoltné és családja fénydekorációját ítélték.
Igazából a mi díszítésünk az több 10 éves pontra tekint vissza. Annak idején már a szüleim, mikor még a szüleimnél laktam, akkor is díszítettünk. Mikor a férjemmel összejöttünk, akkor kezdtük ezt el nagyobbat csinálni, és igazából az idén teljesedett ki, tehát szerintem ezt már így nem fokozzuk tovább. Pont elég szolid, illetve hangulatos ahhoz, hogy ezt itt megálljunk. Milyen elemekkel díszítettetek? Jégcsapégő sorok vannak a házon körbe, illetve a teraszon. Futófények vannak a korláton végig. A garázs is kapott idén díszítést, van egy faház az udvaron, az is kapott, illetve az ablakokban vannak fenyőfák, meg hóemberek, és most az idén vásároltunk rénszarvas szánkóval, meg egy ajándékcsomagot. És mennyire növeli meg az áramszámlát ilyenkor? Túlságosan nem veszük észre szerintem, mert amúgy is ilyenkor több a sütés-főzés, de egy olyan 1-2000 forintot jelent szerintem. Igazából minden ledes, tehát a fogyasztás szerintem annyira nem durván nő meg. A pályázatok elbírálását egy 3-tagú bizottság végezte. Kis Zsigmond alpolgármester, Nyékiné Katona Hedvig, a Városfejlesztési Iroda vezetője, valamint Szabóné Nagy Andrea, szervezési, jogi és közigazgatási iroda vezetője. A bizottság tagjai a beküldött fényképek mellett esti kivilágításban is megtekintették az ingatlanokat. Több szempont alapján értékeltek, mint például a fények elhelyezkedése az épületen, színkombináció, a fények az épületen kívül is megjelennek-e, milyen összhangban vannak az épülettel, illetve mennyire tudják átadni az ünnep hangulatát. Hogy mennyire volt nehéz a döntés, Kis Zsigmond alpolgármester a következőket válaszolta. Szerintem ugye nem gondolom túlságosan, hogy nagyon nehéz lett volna, hiszen azoknak a személyeknek nyilván az ő első benyomása mutatta meg azt, hogy nekik melyik tetszik jobban. Ugye 3-an voltak, páratlan szám, valahogyan döntést meg kellett hozni, és én úgy gondolom, hogy nagyon jó döntéseket hoztak, hiszen én is láttam néhány fotót, meg képeket, meg videót arról, hogy hogyan néznek ki ezek az épületek. Én szerintem a legjobb helyre került, és bízok benne, hogy a jövőben még többen fognak majd jelentkezni, még több díjat ki tudunk majd osztani. December közepén szervezte meg központi véradók napi ünnepségét a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Városunkban is jutalmazták a jubiláló véradókat, azokat, akik már legalább 10-szer adtak vért. A következőkben az esemény összefoglalóját tekinthetik meg. November és december folyamán országszerte jutalmazták a jubiláló véradókat. Püspökladányban december 17-én került sor a területi véradó ünnepségre a Magyar Vöröskereszt Püspökladány területi szervezésének rendezésében. A legalább 10-szeres véradók kitüntetést és ajándékcsomagot kaptak, az eseményt színpadi műsor színesítette. A hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük ugye a területi véradó ünnepséget, 13 települést ölel át a rendezvény. Itt 171 jubiláló véradót várunk, ebből nagyjából olyan 80 fő jelezte a részvételét a mai estére, és őket várjuk egy kis műsorra, ajándékátadással és egy vacsorával. Szeretnénk, hogyha minél több véradó lenne. Egy picit csökkent a szám idén, bár ez köszönhető annak is, hogy ugye nagyon sokan külföldre távoztak dolgozni, és ugye ezáltal kiestek a véradásból, de mi igyekszünk azon lenni, hogy minél több véradót toborozzunk, hogy az új véradók is megtaláljanak minket, és mi is feleljük őket. Nálunk a területi irodában minden nap van ügyfélfogadás, 8 órától 4 óráig, tehát itt a hétfőtől péntekig bármikor el tudnak minket érni, illetve ugye van telefonos elérhetőségünk is, hirdetjük is magunkat, tehát végül is bárhol, bármilyen médiában, Facebookon el tudnak minket érni. Újvárosi Andrásné, a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar megyei szervezetének igazgatója elmondta, a tervezetnél kevesebb a véradó, de aki egyszer már adott vért, azok nagy része megmarad állandó véradónak. Minden évben november közepétől véradó ünnepségek kerülnek megrendezésre az ország különböző pontjain, és természetesen Hajdú-Bihar megyében is a területi szervezetek meghívják a kitüntetett véradóikat. Azt azért lehet mondani, hogy kevesebb a véradók száma, mint amennyire
amennyiről a tervszámaink szólnak. Tudnélék, a kívánatos az leginkább a lakosságszámhoz viszonyított 5%-nak az elérése lenne. Na most itt ebben a térségben körülbelül olyan 49 ezer fővel szoktunk dolgozni, és még a 49 ezret figyelembe véve is leginkább egy ilyen 4,5%-ot tervezünk, hogy még ugye legyen ösztönzési lehetőség. Persze ez ha nem 5%-ig mennénk el, még akkor is lehetne bármeddig, de azért az az 5% az már azért jónak mondható. De mi 4,5-re szoktunk leginkább tervezni, és sajnálatos módon ez a 4,5 és itt ezen a területen ez egy olyan 3,5% körül mozog, de aki egyszer már elment és vért adott, azoknak egy nagy része meg is marad állandó véradónak. A területi véradó ünnepség Kis Zsigmond alpolgármester köszöntőjével vette kezdetét. Elsősorban ugye a vért ugye miért is adjuk? Hát nyilván azért, hogy segítsünk embertársainkon, és ezzel ugye a vérrel életet tudunk menteni. Tehát én is valamikor tagja voltam a véradóknak, mint a kolléganők elmondták, hogy 50-szeres véradó vagyok, tehát annak idején elég keményen részt vettem ebbe a feladatban, és ugye mikor elmentem vért adni, azért mindig úgy kicsit húzódoztam, hogy na megint megszúrnak, hogy szúrnak, mi baja lesz az embernek tőle. Tehát ugye mindenképpen fájdalommal jár. De ugye ez a fájdalom végül is segít az embertársainkon. Az ember, mikor a véradásra elmegy, akkor első gondolata, ugye, hogy fájdalmat fog érezni, amikor megszúrják, és akkor a vért leveszik tőle. De ez a fájdalom mindenképpen kompenzálja azt, hogy embertársainkon tudunk segíteni. És ugye tudjuk nagyon jól, hogy a vér az embert ment, az ember életeket tud megmenteni. Nagyon fontos mindenki számára, hogy át tudja érezni azt, hogy az, hogyha ő erre alkalmas, egészségügyileg alkalmas, akkor igenis vegyen részt ebben a társadalmi munkában, hiszen nagyon sok embernek ez az életet jelentheti. Az ünnepség színpadi műsorral folytatódott. Elsőként Újvári Orsolya énekes lépett fel. Jóban ébred majd az ünnep, minden percben nevet rá. Tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagy világ? Körbe nézes, látsz egy arcot, ami némán gond pihent. Reményt adhatsz pár mosolyjal, hogy a holnap más legyen. Jut még bárkinek a tiszta fényből, az ének után Vas Fruzsina és Jenei Dénes tánc előadását tekinthette meg a közönség. Nézd, ez is boldogság, szépen mosolyog a tél, hol a nyár, lehet nem is gondol ránk, minden pófehér. Nézd, ahogy feldűn át, itt-ott leköszön a fény, fut a szél, csupa piros arcot lát, minden út mentén. Nagy tűz lobog a téren, dob szól és hegedük, körtánc forog a jégen, sok szív megszelidül. Gyere, szól már az ének szó, szánkóvár és fiskó, így jó ma minden.
Az eseményen dr. Rákosi Endre, szülésznőgyógyász főorvos, a Magyar Vöröskereszt Püspökladány területi szervezetének elnöke mondott jelképes pohárköszöntőt. Doktor úr kihangsúlyozta, az egészségügynek nagyon sok vére van szüksége, ezért fontos, hogy aki egészséges és megteheti, adjon vért. Érzésem szerint az emberiséget két része okozza egészségesekre és segítségre szoruló, hát nem kifejezetten, de beteg emberekről van szó. Az egészségügy nagyon sok vért használ, a műtétes megoldások nagyon sok vért fogyasztanak el. Vannak olyan akut esetek, amikor olyan több vért veszít az illető, olyankor rögtön nagy mennyiségű vért kell adni. Hogy ez meglegyen, ez az egészséges embereknek kell adni vért. A színpadi műsort követően került sor az elismerések átadására. Tóth István 60-szoros véradóként vett részt az ünnepségen. Állandóan hallom azt, hogy nincs a műtétekre a megfelelő vér, főleg nyár végén, és ilyen ünnepnapokon nem tudnak napokig venni a kórházaknak vért, és ahány szót tudok, mindig adok, és mondom azoknak is, aki a környezetemben, hogy próbáljon adni, hogy nem az, hogy lehet, hogy mi is valamikor rá szorulunk erre a segítségre, de ha tudok, akkor miért ne adjak, és ha van időm, és pont megfelelő az időpont, akkor mindig el szoktam menni, ha tehetem. Husi Ferenc 1971 óta véradó, ez idáig összesen 140 alkalommal adott vért, amivel 420 ember életét mentette meg. A kezdés az nagyon régen volt, a katonakoromban, amikor bevonultam, akkor kezdtem el vért adni, akkor még abból a szándékul is, hogy még ezért egy jutalomnap szabadságok jártak, ugye, hogy hamarabb hazakerülhet az ember, de édesanyám, édesapám véradó volt, és úgy láttam, hogy az embereknek, szóval sok mindenki kórházba kerül, műtéteket hajtanak végre rajtuk, rengeteg a mai napig is a balesetek, meg mindenfene, és olyankor a vére szükség van, gyorsan, hamar, nem beszélve a rengeteg gyógyszerrel, ugye, mert nem biztos, hogy a vérét közvetlenül műtéteknél használják fel, hanem a gyógyszeripar használja fel, de avval is ugyanúgy hosszú távon életeket mentünk, és én úgy kitartottam, mondom, ameddig lehet, ameddig engedi az egészségem, addig szeretnék vért adni. Hát ez a legutolsó pillanatig sikerült, azért sikerült ezt a szép nagy számot úgymondva összehozni. Már nem adhatok többet vért, már ebből a véradós részből is nyugdíjba vonultam. A vérellátó rendszernek évente 500 ezer egység vére van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan tudjon működni, és a műtéteknél, baleseti sérültek ellátásánál, illetve a transzfúzióra szoruló betegek kezelésére megfelelő vérkészítmény álljon rendelkezésre. A Magyar Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei igyekeznek felhívni a figyelmet a véradás fontosságára, és minden egészséges, 18 és 65 év közötti embert arra sarkolni, hogy adjon vért, hiszen egyetlen véradás három ember életét mentheti meg. A következő percekben a Püspökladányból indult fiatal énekessel, Gyányi Istvánnal készült riportunkat tekinthetik meg a kedves nézőink. A beszélgetés apropóját az énekes szólópályája, illetve a nemrég megjelent Minden című új dala adta. Január elején új dallal jelentkezett Gyányi István énekes. A ma már a fővárosban élő fiatal tehetség énekesi pályája néhány éve Püspökladányban kezdődött, innen, illetve a Sárétről indult el a Fék Fiatal Énekesek Klubjának tagjaként. Első saját dala 2016 végén jelent meg. Ez volt az Én dalom, amivel István elkezdte a szólópályát, melynek legújabb állomása a nemrég elkészült Minden című szerzemény. Én igazából mindig szerettem volna szólópályát, szólókarriert, aztán így ez a Fék, meg a többi csoport, ez ilyen nagyon jó gyakorlás volt, meg most is még nagyon jó gyakorlás kontaktálni az emberekkel a színpadon, hogy van mellettem valaki, az mindig jó érzés, hogy nem csak egyedül kell fent lennem. Aztán egyszer azt hiszem egy fékes fellépés kapcsán eljutottunk Hajdúnánásra, és ott találkoztam egy sráccal, Szatmári Tonival, és ő megmutatott nekem egy dalt, ami az ő dala volt. És hát ez nekem nagyon megtetszett, aztán ilyen hosszas győzködés után nekem adta azt a dalt, abból lett aztán később az Én dalom.
akkor jött ki az első dal, ahhoz én írtam a szöveget, ő ugye megmaradt neki a dallama, és mivel mindig el akartam indulni a szólópályán, így az volt az első lépcsőfok, amikor tényleg elindultam ezen az úton. A visszajelzések azok hál' Istennek, hogy kérdezted, pozitívak voltak, ezért az azért egy nagy önbizalmat és bátorságot adott ahhoz, hogy azért egyedül ott álljak, vagy valami. Ugye nagyon sok mindenre oda kellett figyelni, hogy akkor csak én vagyok, aki beszél a közönséggel, nincs pihenő a dalok között, mindent meg kell oldani, ivás, akármit egyedül. De tényleg az, hogy azért jöttek ki cikkek már arról az én dalomról is, YouTube-on is egyre nagyobb lett a nézettsége, meg minden, úgyhogy az sokat segített abban, hogy kimerjek állni egyedül egy produkcióban, ami nyilván sokkal nehezebb, mint hogyha mondjuk 30 perc alatt 5 dalt kell elénekelnem, és mellé még egy triót vagy egy duót, mert akkor azért a figyelem is jobban megosztik, és könnyebb talán szerintem 3-4 embernek fenntartani mondjuk 30 percen keresztül a figyelmet, mint egynek. A 2018-as Sejem lepelhez már videóklip is készült. Az én dalom ugye amikor kijött, ahhoz még csak egy ilyen kis dalszöveges videó volt, és már akkor is éreztük, hogy tök jó lenne egy videó, meg nagyon sok olyan visszajelzés jött, hogy jó lenne látni közben, hogy éneklek, vagy fellépésekről felrakni videókat, vagy akármi. Tehát, hogy ne csak a szöveget lássák meg egy képet róla mondjuk, hanem tényleg, hogy előadom magát azt a dalt, és akkor így jött az ötlet, hogy a második dal az már úgy jöjjön ki, hogy videó is van hozzá. Ekkoriban volt egy versenytáncosokkal az országot járó produkcióm, és akkor így adott volt, hogy meghívjuk őket is. Egy szerelmes párt kellett eljátszaniuk, ők azt eljátszották, és az volt a lényeg, tehát, hogy így talán közelebbi a közönséghez, hogy látják, hogy éneklem, hogy hogy adom elő, és ezért találtuk ki azt, hogy akkor az már klippel jöjjön ki tényleg. A klip az két helyszínen forgott, Nagyrábén a Malomkőtónál, valamint itt Püspökladányban a kettes horgásztónál, azt hiszem. Lévai Peti csinálta, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez egy ilyen sárréti produkció lett, mert majdnem mind a résztvevők, a két táncosok debreceniek, de ugye én, aki benne vagyok, vagy Petike, aki csinálta, vagy Fekete Ica, aki segített benne, meg kitalálta, meg többen ötleteltünk azért rajta, ez mind-mind ilyen püspökladányi sárréti kötődésű emberek voltak, úgyhogy ez itt készült a környékem. Suttogó hangodat viszi a szél, fülemben cseng a szó, mi oly sokat ér. Szemednek tükrében magamat látom, egy évált veled. István elmondta, a saját daluknak az ismert feldolgozásokhoz hasonlóan pozitív a fogadtatása, hiszen a közönség kifejezetten vevő arra, ha egy énekes a személyesebb, lírai oldalát is megmutatja. Az én dalomat ezt nem nagyon szoktam ilyen szabadtéri rendezvényeken énekelni, az azért egy kicsit ilyen meghittebb, az inkább egy zártéri rendezvényre való, egy elegáns rendezvényre. Viszont ezt a második dalomat, a Sejem lepelt, ezt többször énekeltem már szabadtéren, és nyilván az változik, hogy mi mondjuk egy holnap hajnalig ott éneklek, vagy valamit, akkor közben tombol a közönség, meg éneklik, meg tapsolnak, vagy nem tudom. Viszont itt mondjuk ennek pedig nyilván nem tudják még a szövegét, de a végén, hála Istennek, nagyon megtapsolják és nagyon szeretik, és szerintem talán még plusznak is érezhetik az, hogy nyilván sokkal őszintén, meg sokkal jobban belülről jön, sokkal jobban át tudom adni az én saját dalomat, mint egy feldolgozást mondjuk. Tehát hála Istennek pozitív a fogadtatása, hogyha előadom valahol. A Minden már a harmadik dala az énekesnek. A Szepesi Zsolt és Száraz Bence által írt szerzeménnyel István nyitott a poposabb, rádióbarátabb vonal felé. Szerettünk volna mindenképpen egy ilyen, hát a profibb az talán csúnya szó, de egy rádióbarátabb dalt, ami tényleg arra készül, hogy esetleg befogadják a rádiók, egy ilyen fiatalabb, pörgősebb bulisat, egy kicsit elengedni ezt a nagyon érzelmes, nagyon lírai vonalat.
és ehhez Sondarin és Urfi írták a dalt és a dalszöveget, ők Száraz Bence és Szepesi Zsolt polgári nevükön, hogy úgy mondjam. Őket kértük fel, hogy írjanak egy dalt. Nyilván én találkoztam velük, beszélgettünk arról, hogy én milyen vagyok, átküldtem nekik korábbi dalokat, vagy esetleg ilyen szövegrészleteket, amiket mondjuk én szeretek, vagy szeretnék, vagy hogy milyen vagyok, mégis ismerjenek meg, és akkor ennek függvényében ők csináltak egy dalt nekem, amit úgy gondoltak, hogy az én hangom, az én személyiségem ezek alapján tükröz, és hát hál' Istennek nagyon eltalálták nekem, ilyen első hallásra szerelem volt ez a dal. Aztán ez most jött ki, január 2-án jelent meg a Magyar FM Befutó című műsorában, ott Jabin Petivel csináltunk egy interjút, és akkor annak a végén jelent meg a dal, meg egyre több médiafelületen, itt a környékbeli, vagy már akár távolabbi újságokban, kisebb tévékben, rádiókban szól a dal. Úgyhogy most majd a következő lépés az már ennek lesz egy klip. Most ez nem tudott még úgy kijönni sajnos, mint a Sejemlepel, hogy egy klippel, de ez ilyen április környékén fog majd létrejönni. A legtávlatibb cél az talán az lenne számomra, hogy egy olyan koncert, ahol csak én vagyok, csak miattam jönnek, csak saját dalok végig, mondjuk egy-másfél órán keresztül, mindenki énekli, mindenki ismer, tehát ahol tényleg csak azért vannak ott az emberek, mert én vagyok. Így a távlati célom az, hogy ebből élni, csak ezzel foglalkozni. A fiatal énekest a közeljövőre vonatkozó terveiről is kérdeztük. Ötletek azok mindig vannak, hál' Istennek, nagyon sok valami csak így a fiókban van, aztán majd egyszer, hogyha eszünkbe jut, akkor lehet, hogy most pont ez kellene. Műsorok készülnek újak, folyamatosan próbálunk megújulni, meg változtatni. Most van olyan műsorom, ahogy már említettem az előbb, ahol versenytáncosok kísérnek. Még mindig ott van az életemben a fék, amikor együtt megyünk, vannak külön tematikus műsoraink, azt az egyiket itt is előadtuk Püspökladányban most az október 23-ára. Ilyeneket szoktunk csinálni néptáncosok kíséretében, vagy van most egy új műsorom, amiben két hegedűs és egy csellista kísér engem, és ilyen mai modern popdalokat írunk át tulajdonképpen ezekre a klasszikus hangszerekre, és azzal próbáljuk megjárni az országot, úgyhogy tele vagyunk ötlettel, és hál' Istennek ambícióval is, hogy megvalósítjuk őket. Ugye YouTube csatornám van, megtalálnak Facebookon, folyamatosan próbálok posztolni mind egy kicsit a magánéleti dolgaimról, mind a zenei karrierről, hogy jobban megismerjenek mind engem is, mind a munkásságomat is. Instagramon is elérnek szól az ilyen social media felületeken, azokon ott vagyok és igyekszem kapcsolatot tartani az emberekkel. Lassan vörösbe hajlik az ég, az éjjel maga előtt tolja, nappal utolsó sugarát holdra rajzolja. Amíg megbecsülöm azt, aki engem megbecsül, megbecsül, minden, minden a helyére kerül. Új sorozatunk a jogsegély második részében a házassággal kapcsolatos kötelezettségekről, a válásról, a gyermekek elhelyezéséről, illetve a tartásdíj megállapításáról osztotta meg velünk dr. Gábor Áron, járásbírósági bíró a legfontosabb tudnivalókat. Tartsanak velünk! Sorozatunk második részében dr. Gábor Áron járásbírósági bíróval többek között az élettársi kapcsolat és a házasság intézménye közötti különbségekről, a válásról, a gyermek elhelyezésről, a tartásdíj megállapításáról beszélgettünk. Jogi értelemben mi a különbség a házasság intézménye és az élettársi kapcsolat között? A házasság intézményét az alaptörvény kifejezett védelemben részesíti, kimondja, hogy Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő önkéntes elhatározáson alapuló együttélését. A meghatározásban lényeges a férfi és nő együttélése, tehát a különneműek részére tartja fenn a jog a házasság intézményét, és ekként definiálja a polgári törvénykönyv is, amely a polgári és ezenből a családjogi jogviszonyokat szabályozza. Emellett a jogismerés elismeri az egyéb együttélési
formát, az élettársi életközösséget is, amelyet a polgári törvénykönyv definiál, akként, hogy házasságkötés nélkül érzelmi, gazdasági közösségben, közös háztartásban együtt élő két olyan személy, akik egymással nem élnek házassági életközösségben, bejegyzett élettársi életközösségben vagy élettársi kapcsolatban. Ebből a definícióból látható, hogy itt viszont már nem feltétel a különnemű személyek kapcsolata. 1996 óta a polgári törvénykönyv, a régi PTK módosítása útján immár azonos nemű személyek is élhetnek élettársi kapcsolatban. Ebben a definícióban szintén lényeges a negatív feltételek felsorolása, tehát olyan személyek együttélése minősül élettársi kapcsolatnak, akik mással nem élnek házassági életközösségben. Itt az életközösségnek van lényeges jelentősége, mert ha az házassági életközösség megszűnt, de a házasság még formálisan fennáll, tehát nem lett felbontva, attól még az élettársi kapcsolat annak minősül. A bejegyzett élettársi kapcsolatot 2009-ben hozta létre a jogalkotó egy külön törvény létrehozásával. Ez kifejezetten az azonos neműek olyan intézményesített együttélési formája, amely bár nem minősül házasságnak, nem ismeri el a jog házasságnak, de számos vonatkozásban a házasságra és a házastársakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni rá, illetve ott is van egy formális aktus, anyakönyvvezető előtti akaratkijelentés, illetve a megszűnése vagy felbontása is hasonlóképpen formálisan történhet, mint a házasságnál. Az élettársi kapcsolat de facto kapcsolat, tehát nincs formális aktus, ami létrehozza, hanem megvalósul a törvényi feltételek létrejöttével. Ezek közül a lényeges az érzelmi közösség, ami külvilág felé, harmadik személyek felé is megnyilvánul, a közös háztartás és a gazdasági közösség, közös gazdasági célok kitűzése, követése. Az élettársi kapcsolat nyilvántartásba vételére egyébként van lehetőség, ami nem egyenlő a bejegyzett élettársi kapcsolattal, mert, mint volt róla szó, az azonos neműek intézményesített formájú együttélése. Ugyanakkor a közjegyzők által vezetett úgynevezett élettársi nyilatkozatok nyilvántartásába be lehet jelenteni az élettársi kapcsolatot. Ez azonban csupán bizonyos helyzetekben a bizonyítási kérdéseket könnyíti meg, ugyanis jogvita esetén számos esetben az élettársi kapcsolatnak a fennállása is vitatott lehet, főleg azonban az esetekben, amikor vagyonjogi kérdésekről kell dönteni, előfordul, hogy egyik fél vitását teszi, hogy egyáltalán élettársi kapcsolatban éltek-e, tehát megvalósult-e az előbb említett három lényeges feltétel. Az élettársi kapcsolat és a házasság intézménye között további különbségek vannak a jogkövetkezmények szempontjából is. Így lényeges különbség, hogy az élettársi kapcsolat az nem létesít apasági vélelmet szemben a házassággal. Tehát a házasság fennállása apasági vélelmet keletkeztet, ami alatt azt kell érteni, hogy a gyermek apjának azt kell tekinteni, aki az anyával
a gyermek fogantatási idejétől a születése idejéig, vagy ezen időtartamnak legalább egy része alatt házassági kötelékben állt. Itt elegendő a házasság pusztán formális fennállása is, tehát olyan esetekben is létrejön az apaság vélelme, amikor az életközösség már nem áll fenn, de a házasság formálisan még nem került felbontásra. Ez a szemben élettársaknál nincs ilyen vélelem. Ha élettársi kapcsolatból születik a gyermek, akkor az apai elismerő nyilatkozat lehet az, amelyik szülői státuszt keletkeztet az apa számára, vagy hogyha ezt nem teszi meg az apa, akkor bírósági határozattal lehet megállapítani az apaságot. Abból a szempontból nem tesz különbséget a jog, hogyha már létrejött az apai státusz élettársi kapcsolatban élő szülők esetében. A szülői jogok és kötelezettségek ugyanúgy alakulnak, mint házasságban élő szülők esetében. A különbségek jelentősek a vagyonjogi jogkövetkezmények terén is, mert még házasság esetén a házastársak között vagyonközösség jön létre, amelynek keretében a közös vagyon a házastársakat egymás között egyenlő arányban illeti meg. Az élettársak esetén a vagyonjogi következmények eltérően alakulnak. Az élettársak önálló jogszerzők, nem jön létre közöttük vagyonközösség, és csupán a vagyonszaporulat megosztására tarthatnak igényt az élettársi életközösség megszűnésekor, mégpedig a szerzésben való közreműködés arányában. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy ezt a vagyonjogi szabályozást az új PTK vezette be 2014. március 15-i hatállyal, azt megelőzően a régi PTK hatálya alatt létrejött élettársi kapcsolat esetében ugyancsak vagyonközösség jön létre az élettársak között, azzal a különbséggel a házastársakhoz képest, hogy nem egyenlő arányban részesülnek a vagyonból, hanem a szerzésben való közreműködés arányában. Ez azt jelenti, hogy egy vagyonjogi rendezés esetén fel kell tárni azt, hogy az együttélés alatt melyik fél milyen arányban járult hozzá a vagyon szerzéshez, tehát milyen jövedelmi viszonyokkal rendelkezett. Ugyancsak lényeges különbség az öröklési jogban, tehát az élettársi kapcsolat az nem keletkeztett törvényes öröklési jogi igényt, miként a házasság, házastársi kapcsolat esetében természetesen az nem kizárt, hogy végrendelet útján rendezzék ezt a kérdést az élettársi kapcsolatban élők, vagy akár a vagyonjogi kérdéseiket vagyonjogi szerződéssel a törvényben meghatározott közszerzeményi rendszertől eltérően is meghatározhatják. Ha a házastársak úgy döntenek, hogy elválnak egymástól, akkor milyen kardinális kérdésekben kell megegyezniük? A házasság felbontását bármelyik házastárs kérheti a bíróságtól. A bíróságnak abban kell döntenie, illetve azt kell vizsgálnia, hogy a házasság teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e, ugyanis ez a házasság felbontásának a törvényi feltétele. Ugyanakkor mellőzhető ezen körülmények vizsgálata, feltárása, a házastársak egyezően kérik a házasság felbontását, a befolyásmentes elhatározáson alapuló végleges megegyezés alapján, és ezen kívül a perben egyességet kötnek a törvényben meghatározott úgynevezett járulékos
kérdésekben. Ezek azok a kérdések, amelyeket a házastársaknak, tehát megegyezéses házasság felbontás esetén egymás között rendezniük kell. A szülői felügyelet gyakorlásának kérdése, a külön élő szülő gyermekkel való kapcsolattartásának szabályozása, és a külön élő szülőt terhelő gyermektartás díjfizetési kötelezettség. Ez a három kérdés a közös kiskorú gyermekeket érintő kérdéskör, illetve a házastársi lakás mikénti használatáról, és esetlegesen, ha van ilyen igény, akkor a házastársi tartás kérdéséről kell megállapodniuk. Házastársi közös lakásnak az a lakás minősül, amelyben a házastársak utoljára együtt éltek, és amely ingatlanon egyik vagy mindkét házastársnak tulajdonjoga, haszonélvezeti joga vagy bérleti joga áll fenn. Ebben az esetben a járulékos kérdések körében meg kell állapodniuk arról, hogy melyik fél használhatja a továbbiakban a házastársi közös lakást. Ez történhet olyan módon, hogy egyik vagy másik fél, vagy természetben megosztva továbbra is mindketten ugyanazt az ingatlant használják. Tehát ezek azok a kérdések, amelyekben meg kell állapodniuk. Ebben az esetben nem a bíróság dönt, tehát ez az ő megegyezésük, a bíróság csupán jóvá hagyja az egyességüket. Az egyesség jóváhagyása során a bíróságnak a gyermek érdekeit szem előtt kell tartania, tekintettel arra, hogy a családjogi jogviszonyokban a gyermek érdeke és jogai fokozott védelemben részesülnek. És mi a helyzet, hogyha nem egyeznek meg a szülők? Ha nem jön létre ezekben a kérdésekben megegyezés, akkor azt kell bizonyítaniuk, azt kell vizsgálni a bíróságnak, hogy teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e a felek házassága. Ez azzal jár, hogy elő kell adniuk a feleknek, hogy álláspontjuk szerint milyen okfolyamat vezetett a házasság megromlásához, ebben melyik félnek milyen magatartása játszott szerepet, és azt a bírósága az ítélet indokolásában tényállás körében rögzíti is. A magyar jogban a bíróság az ítélet rendelkező részében nem állapít meg olyat, hogy egyik vagy másik fél hibájából romlott meg a házasság. Ugyanakkor, ha tényállásos házasság felbontásra kerül sor, tehát hogyha erre bizonyítást folytat le és tényállást kell megállapítani, akkor ezt az okfolyamatot fel kell tárni és rögzíteni kell. Tehát abban végül is megjelenik az, hogy milyen magatartások, milyen történések vezettek a házasság megromlásához. Ebben a második esetben, tehát hogyha az okokat fel kell tárni, akkor minden további járulékos kérdésre, amelyek házassági bontóperben perbe hozhatók, így a szülői felügyelet gyakorlása, kapcsolattartás, gyermektartás, díj, lakáshasználat, házastársi tartás, ezekben is az ilyen igénnyel fellépő félnek kifejezett kereseti kérelmet kell előterjeszteni, tehát ebben az esetben már nem marad meg a felek által elrendezett járulékos kérdésként, hanem a bíróságnak kell döntenie, és ezekben a kérdésekben is le kell folytatnia a bizonyítást, és meg kell állapítania a tényállást. És ugye, ha már gyermekekről van szó, hogyan döntik el, hogy kihez kerül majd a gyermek? Ki kapja a felügyeleti jogot? Az új PTK szülői felügyelet gyakorlása, annak rendezése terminológiát használja arra a jogintézményre, amit a 2014. március 15 előtt hatályos családjogi törvény, az úgynevezett CET gyermekelhelyezés terminológiával szabályozott és ismert. Érdemben tartalmi különbség nincs a két jogintézmény között, inkább az a különbség, hogy milyen nézőpontból közelítjük meg ezt a kérdéskört. A szülői felügyelet gyakorlása azt fejezi ki inkább, hogy a szülőt megillető, illetve terhelő jogok
szempontjából nézzük, míg a gyermek elhelyezés inkább azt a tényleges helyzetet fejezi ki, mint elnevezés, hogy melyik szülő gondoskodik saját háztartásában a gyermek gondozásáról, neveléséről. Az új PTK-ban egyébként megmaradt a gyermek elhelyezés terminológia, de az a gyermeknek harmadik személynél történő elhelyezésére vonatkozik. Tehát azokban az esetekben, ha a szülő által gyakorolt szülői felügyelet a gyermek érdekét veszélyezteti, azonban az esetekben lehetőség van arra, hogy a bíróság harmadik személynél helyezze el a gyermeket. Ez tipikusan valamilyen hozzátartozó, nagyszülő, egyéb rokon, aki ezt maga is vállalja, és ilyen esetben a gyermek elhelyezés után őt a gyámhatóság a gyermek gyámjává nevezi. Ami a szülői felügyeletet illeti, főszabály szerint a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeletet. Együtt élő szülők esetén ez magától értetődik. Ugyanakkor a törvény főszabályként a szülők különválását követően is a közös szülői felügyeletet tekinti irányadónak. Tehát, hogyha a felek vagy a bíróság másként nem rendelkezik, akkor továbbra is közösen gyakorolják a szülők a különválást követően is a szülői felügyeletet. Természetesen ez a külön vált, külön élő szülők esetében is egy fokozott együttműködési készséget és képességet feltételez. A gyakorlatban a szülők meg tudnak állapodni többnyire a szülői felügyelet gyakorlásában, arra is figyelemmel, hogy az esetek többségében házassági bontóperben kerül sor ennek a rendezésére, és a házassági bontóperek többsége közös megegyezésen alapul, és ez az előbb említettek szerint már feltételezi azt, hogy a szülők ebben megegyezésre jutottak. A szülők megegyezhetnek kifejezetten is közös szülői felügyelet gyakorlásáról, akár házassági bontóperben is. Ebben az esetben azt kell rögzíteni, hogy a melyik szülő lakóhelye a gyermek lakóhelye. Ilyen esetben a kapcsolattartás szabályozásáról külön nem is kell az egyességben sem megállapodni, hiszen ez feltételezi, hogy a szülők között olyan együttműködési készség van, hogy a kapcsolattartás mikénti szabályozásában vagy gyakorlatában sem lesz közöttük vita. Tartalmát illetően a szülői felügyelet több részjogosítványból áll. A szülői felügyelet így elsőként gyakorolt szülői felügyelet az, hogy a gyermeknek milyen nevet adjanak a szülők, tehát a gyermek nevének meghatározása, majd a későbbiekben esetleges megváltoztatása, a gyermek gondozása, nevelése, amely tipikusan külön élő szülők esetén egyik szülő háztartásában valósul meg, de lehetséges olyan megoldás is, hogy váltott elhelyezésben állapodnak meg közös szülői felügyelet gyakorlása mellett a szülők, ilyenkor meghatározva, hogy a gyermek melyik szülő háztartásában milyen időközönként, milyen váltakozással nevelkedik. Ez a gyakorlatban viszonylag még ritkán fordul elő. Ugyancsak szülői felügyelet körébe tartozó jogosítvány, annak meghatározása az arról való döntés, hogy a gyermek huzamos ideig külföldön tartózkodjon, akár tanulmányok folytatása céljából, akár letelepedés céljából. A gyermek vagyonának a kezelése, amennyiben van vagyona, továbbá az életpályára való felkészülése, életpályának kijelölése, iskolaválasztás. Vannak olyan
a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések, amelyekben akkor is közösen gyakorolják a szülők a szülői felügyeletet, ha egyébként a megegyezésük vagy a bíróság döntése alapján egyébként valamelyik szülő gyakorolja kizárólagosan a szülői felügyeletet. Ezek a kérdések a gyermek nevének meghatározása vagy megváltoztatása, a külföldi huzamos idejű tartózkodás, a gyermek lakóhelyének, tartózkodási helyének a szülő lakóhelyétől különböző helyen történő kijelölése, az életpályára való felkészülés, illetve iskolaválasztás, valamint az állampolgárság megváltoztatása. Amennyiben mégsem közösen gyakorolják a szülők a szülői felügyeletet, akkor a törvény irányadónak elsősorban a szülők megállapodását tekinti, hiszen ők ismerik legjobban a gyermek életkörülményeit, ők vannak abban a helyzetben, hogy erről megalapozott és felelősségteljes döntést hozzanak elsősorban. Ha közöttük ebben vita merül fel, akkor a bíróság dönt peres eljárás keretében. A törvény egy általános jellegű meghatározást ad arra nézve, hogy a bíróságnak mit kell szem előtt tartania, vizsgálnia egy ilyen döntés során. Ez úgy szól, hogy a bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy a gyermek testi, szellemi, erkölcsi fejlődése miként biztosítható kedvezőbben, azaz melyik szülőnél kedvezőbbek azok a feltételek, amelyek a gyermek fejlődését biztosítják, szolgálják. Egy ilyen perben széleskörű bizonyítást kell lefolytatni a gyermek életét érintő valamennyi körülmény tekintetében. A szülők objektív és szubjektív körülményei, feltételei tekintetében, úgy mint jövedelmi, vagyoni viszonyok, miként tudják biztosítani a gyermek lakhatását, iskoláztatását, szubjektív oldalról pedig a szülőknek a gyermeknevelésre való alkalmasságát, képességét, a személyiségüket ebből a szempontból, illetve a gyermek és a szülő közötti kapcsolat jellemzőit, a ragaszkodást. Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálata rendszerint nélkülözhetetlenné teszi pszichológus szakértő bevonását a szülők és a gyermekek pszichológus szakértő általi vizsgálatát, szakvélemény beszerzését. Ha mondjuk eldől, hogy melyik szülőhöz kerül a gyermek, akkor mitől függ, hogy a másik szülő milyen gyakran láthatja? A kapcsolattartási jog a szülőnek, az a különélő szülőnek az a legfontosabb jogosítványa, amelyik biztosítja számára azt, hogy a gyermek fejlődését, nevelkedését maga is figyelemmel kísérje, illetve maga is befolyásolja, erre ráhatása legyen. Tehát, hogy a gyermek a különélő szülővel is fenntartsa és fejlessze a gyermekszülő kapcsolatot. Ennek a mikénti szabályozására a törvény nem ad konkrét tartalmi meghatározást, csupán támpontokat, hogy mit kell figyelembe venni, így a gyermek életkorát, életkörülményeit, a szülő személyes körülményeit. A gyakorlatban kialakultak azonban azok a keretek, amelyek, mint a bírói gyakorlat által átlagos esetben követett szabályozási módokat jelentik. Hozzá kell azonban tenni, hogy az esetek nagy részében erről is a szülők állapodnak meg. Házassági bontóperben ez feltétele is a közös megegyezéssel történő házasság felbontásának. A fontos az, hogy a különélő szülő és a gyermek között folyamatos, rendszeres kapcsolat legyen. Ez a folyamatos kapcsolattartás keretében általában a bírói gyakorlatban a két hetente hétvégén
történő kapcsolattartást jelenti, illetve iskolai szünetekben a húzamosabb, hosszabb időtartamú együttlétet, valamint az ünnepek, húsvét, pünkösd és karácsony egyik napján történő együttlétet. Főszabály szerint a kapcsolattartás magában foglalja a gyermeknek a külön élő szülő általi magával vitelét, tehát hogy elviheti, elviszi a gyermeket nevelő szülőtől a saját otthonába, környezetébe. Lehetnek olyan esetek, speciális élethelyzetek, amikor azonban ez nem így történik, hanem a külön élő szülő csak a gyermeket nevelő szülő lakóhelyén gyakorolja a kapcsolattartást. Például, ha nagyon kis gyermek, csecsemőről van szó, vagy ha még a külön élő szülő és a gyermek között nem alakult ki az a szoros szülő-gyermek kapcsolat, bizalmi jellegű viszony, hogy a szülő, hogy a gyermeket nevelő szülőtől a gyermek akár egy hétvégére is elszakadjon. Sok esetben a fokozatosságot kell szem előtt tartani, és egy olyan fokozatos szabályozást kialakítani, aminek a vége majd az lehet, hogy minél több időt tölthessen a külön élő szülővel a gyermek. Előfordulnak sajnos olyan kirívó esetek is, amikor felügyelet kapcsolattartásra kell sor kerüljön, például a gyermekjelölt és családsegítő szolgálat tud ilyen felügyelt kapcsolattartást biztosítani, helységet, ennek a kereteit szükség esetén, olyan személyt, aki jelen van. Ezek azonban ritka és kirívó esetek. A kapcsolattartás keretében ma már a technika fejlődésével lehetőség van arra is, hogy ne csak személyes találkozás útján, hanem valamilyen távközlési eszközzel, telefon, internetes videóbeszélgetések során is tarthassák a kapcsolatot a külön élő szülők a gyermekekkel. Ha ilyen igény merül fel, akár megegyezéses keretek között történik ennek a rendezése a szülők által, akár a bíróságnak kell döntenie, lehetőség van ennek is konkrét időpontok, gyakoriságok szerinti meghatározására. Egyébként egy kapcsolattartás szabályozásának ahhoz, hogy végrehajtható legyen, úgy kell kinéznie, akár egyességben, akár ítéletben, hogy meg kell határozni, hogy milyen gyakran, milyen időpontok között, tehát nap és annak órája meghatározásával, az elviteljogával vagy elviteljoga nélkül, továbbá a szülők egymás felé történő értesítési kötelezettségét is rendezni kell, hogyha valamilyen akadály merül fel, illetve a pótlás kérdéséről is rendelkezni kell. Ha mondjuk a gyermeket nevelő szülő azt mondja, hogy hiába volt megbeszélve, hogy mondjuk hétvégén elviheti a másik szülő, és azt mondja, hogy nem, akkor kinek van igaza? A kapcsolattartás során felmerülő problémák rendezése, mint a kapcsolattartás végrehajtása a gyámhatóság hatáskörébe tartozik. Tehát ha ilyen probléma merül föl, akkor a szülőnek a gyámhatósághoz kell fordulnia, aki rendelkezik azokkal a törvényben meghatározott eszközökkel, amelyekkel elősegítheti, kikényszerítheti a kapcsolattartás szabályának betartását. A kapcsolattartás szabályozásának hatásköre egyébként megoszlik a bíróság és a gyámhatóság között, mert a bíróság a kapcsolattartásról csak akkor dönt, ha ez házassági bontóperben merül fel, mint igény, vagy szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti perben, tehát ha például élettársak szülői felügyelet gyakorlása, tehát régi terminológia szerint gyermekhelyezés iránti pert indítanak, akkor ebben kérhetik egyúttal a kapcsolattartás szabályozását is. Egyébként, ha csak ez a kérdés vitás a felek között, tehát nincs közöttük folyamatban házassági per vagy szülői felügyelet gyakorlásának rendezés iránti per, akkor a gyámhatósághoz kell fordulniuk. Ha a bíróság szabályozta
a kapcsolattartást, és két éven belül annak a megváltoztatása iránti igény merül fel, akkor viszont a bírósághoz kell fordulni a kapcsolattartás megváltoztatása iránti keresettel. A tartásdíj összegét azt hogyan állapítják meg? A tartásdíj, a gyermektartásdíj a különélő szülő által a gyermek tartásához történő pénzbeli hozzájárulás. A gyermeket saját háztartásában nevelő szülő természetben nyújtja ezt a tartást. A kiskorú gyermektartását nevezzük gyermektartásdíjnak. A kiskorú gyermekről a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles gondoskodni. Ennek azért van jelentősége, mert a rokontartás általános szabályai szerint így a nagykorú továbbtanuló gyermek tartása esetén is mentesül a szülő, ha a tartással a saját szükséges tartását vagy kiskorú gyermeke tartását veszélyeztetni. Kiskorú gyermek esetén azonban erre nem lehet hivatkozni. A gyermektartásdíj esetében is a törvény a szülők megegyezését tekinti elsősorban irányadónak, tehát elsősorban a szülők határozhatják meg a tartásdíj mértékét és formáját. Ennek keretében megállapodhatnak a szülők abban is, hogy a különélő szülő a tartási kötelezettségét vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával teljesíti. Ennek a megállapodásnak azonban érvényességi feltétele, hogy megállapodjanak arról az időtartamról, időszakról, amelyre nézve a tartásdíjat fedezi ez a juttatás, illetve hogy ezt a megállapodásukat bíróság vagy gyámhatóság jóvá hagyja. Tehát ez úgy néz ki, hogyha perben kötnek ilyen megállapodást, akkor a bíróság hagyja jóvá az ő egyességüket. Ha peren kívül szerződéssel kötik ezt a megállapodást, akkor viszont a gyámhatóság jóváhagyását kell kérni. Ha a bíróságnak kell meghatároznia a gyermektartásdíj mértékét, akkor figyelembe kell venni a gyermek indokolt szükségleteit, mindkét szülő jövedelmi és vagyoni helyzetét, a tartásra köteles szülő által eltartott más gyermekeket, akik lehetnek vérszerinti mostoha gyermekek vagy nevelt gyermekek, a gyermek esetleges saját vagyonát, annak a hasznát, illetve az állam által a gyermekre tekintettel nyújtott családtámogatási ellátásokat. Egy gyermektartásdíj tárgyú perben, ami lehet a gyermektartásdíj megállapítása, majd azt követően annak módosítása, leszállítása vagy felemelése, elsősorban a szülők és főként a tartásra kötelezett különélő szülő jövedelmi vagyoni viszonyait kell feltárni, ugyanakkor a gyermek indokolt szükségleteit is. A gyermek szükségletei körében a törvény a kiinduló pontot meghatározza, tehát indokolt szükségletnek kell tekinteni a gyermek megélhetésének, egészségügyi ellátásának, tanulmányai folytatásának szükséges költségeit. Ezekre nézve általában külön bizonyítást összegszerűségre vonatkozó vizsgálatot nem is kell lefolytatni, hiszen e körben köztudomású tényeket is figyelembe kell venni. A törvény meghatározza azt, hogy a szülő jövedelmének vizsgálatánál a tartásra kötelezett szülőnek általában a kereset benyújtásához képest egy évre visszamenően feltárt vizsgált jövedelmi helyzetét kell alapul venni. A mértéket tekintve a törvény úgy határoz, hogy általában a szülő átlagos jövedelmének 15-25%-áig terjedő sávban kell meghatározni a tartásdíjat, de ezt csak általában írja elő a törvény.
A köztudatban a 20% él, ez abból adódik, hogy a 15-25%-ig terjedő sávnak a középmértéke a 20%, és átlagos esetben ez a kiinduló pont, de lehetnek olyan körülmények az adott esetben, az adott gyermek vonatkozásában, amelyek a középmértéktől, a 20%-tól való eltérést indokolják, akár lefelé, akár felfelé. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Kedves nézőink, köszönjük, hogy a mai alkalommal is velünk tartottak. A jogsegély következő részében a válással kapcsolatos vagyonjogi kérdésekről lesz szó. A fogfehérítés nagy divattá vált, és sokan mennek el fogorvoshoz, vagy csupán megelégszenek az otthon a fürdőszobában elvégezhető procedúrákkal. A fehérítés folyamatáról, káros hatásairól beszélgettünk dr. Kelemen Máté szájsebész szakorvossal. Tartsanak velünk! Napjainkban már nem csak a fogorvos végezhet a fogainkon fehérítést, hanem a drogériákban számos otthonhasználatos eszközt be lehet szerezni. A rendelői fogfehérítés nem olcsó mulatság, ezért sokan próbálják ki megfelelő orvosi ellenőrzés nélkül az olcsó módszereket. Dr. Kelemen Máté szájsebész szakorvos elmondta, hogy a fogak elszíneződése, ami miatt sokan belevágnak a fogfehérítésbe, több lépcsős folyamat, illetve számtalan oka lehet. Ez egy multifaktoriális elváltozás, ami azt jelenti, hogy több tényező felelős a kialakulásáért. Ilyenek többek között az élelmiszer, gyógyszer, különböző trauma vagy sérülés a fogakon, illetve szisztémás megbetegedések. Kialakulhatnak a fog előtörése előtt, illetve után. A fog előtörés előtti tényezők közül nagyon fontos megemlíteni a tetraciklin nevű szernek a szedését, ami egy tartós elszíneződést okoz a fogon, tehát a fog előtörés előtt ilyen típusú gyógyszert nem szabad szedni a gyermekeknek. Fogfehérítés, vagy a fog előtörés után pedig a fluorózis nevű elváltozás, amit mindenképp fontos hangsúlyozni. A túlzott fluorbevitel miatt az omásznak az átlátszósága megszűnik, és ezáltal egy ilyen matt fehér elváltozás látszik a fogakon. Ezek olyan dolgok, amelyekre ha az ember odafigyel, akkor megelőzhető ezeknek a kialakulása. Viszont a fog érési vagy maturációs folyamata során pedig vannak olyan vele született elváltozások, amelyre nem tudunk hatással lenni, ezek is okozhatnak ilyen fog elszíneződést. Az időfaktorral kapcsolatban nagyon nehéz konkrét választ adni, mivel tényleg számos tényező befolyásolja ennek a hatását. Tényleg van, akinek fél év alatt, van, akinek pedig többé szükséges hozzá, hogy elszíneződés kialakuljon a fogán. Nyilván ez idővel egyre csak fokozódik. Az orvosi fogfehérítés folyamata után az eredeti állapottól árnyalatokkal világosabb színű fogakat kapunk. Fogfehérítés leggyakrabban peroxid típusú szereket alkalmaznak. Ezeknek a forgalomban levő szerek közül a legnagyobb része karbamid peroxidot tartalmaz, ami hidrogénperoxidos ureára diszociál, és a hidrogénperoxid pedig vizes közegben oxigénre és vízre válik szét, amelyekből szabad gyökök keletkeznek, és ezek a szabad gyökök tudnak a fognak a belsejébe behatolni, és a szabad gyökök fognak, vagy felelősek a fogban levő úgynevezett kromogén molekulák, ezek felelősek az elszíneződésért, tehát a kromogén molekuláknak az oxidációját okozzák a szabad gyökök, ezáltal kisebb és kevésbé színes molekulák alakulnak a kromogén molekulák, és így éri el a fehérítő hatást, tehát kevésbé
színes, tehát egy fehérebb fogat eredmény, az a végeredmény. A fogfehérítés tartósága minden embernél változó. Van, akinél csak hónapokig tart, míg másoknál akár évekig is. Mindenki fontos hangsúlyozni, hogy ezáltal az oxidációval a szabadgyökök által oxidált kromogén molekulák nem fognak távozni a fognak a belsejéből. Tehát, ahogy említettem, kisebb molekulákra bomlanak, és a fog belsejében maradnak, illetve ez a későbbi behatásoktól egyáltalán nem véd ez a fehérítési folyamat, úgyhogy mindenképp számolni kell az ismételt kialakulásával az elszíneződésnek. Tartósággal kapcsolatban ismét azt tudom mondani, hogy nagyon, nagyon nehéz konkrétumot mondani. Látunk olyat, hogy néhány hónap alatt már tehát visszaalakul az eredeti helyzet, vagy esetleg még rosszabb állapot, de van, akinek akár évekig is tartó tud maradni ez a fehérítési folyamat. Az eljárás után felléphetnek az alanyfogaiban akár szerkezeti változások is, illetve az ínyszövetben irritációk, esetleg ízérzés zavar. Veszélyekkel kapcsolatban vannak a fehérítő eljárásnak szubjektív és objektív mellékhatásai. A szubjektív, amit tulajdonképpen a páciens érez, és ezzel kapcsolatban a legfontosabbak a fog érzékenység, illetve fájdalom, ez főleg hőingerekre, hidegre, melegre. Ízérzés zavarral találkozunk gyakran, illetve a lágy rész irritáció, ami még ide tartozik, tehát a fogat körülvevő íny szövetben szoktunk még irritációs tüneteket látni. Az objektív mellékhatásokkal kapcsolatban az pedig inkább ilyen szerkezeti változások. Erre számos kutatás volt és valószínűleg lesz is, amely nagyon ellentmondásos eredményeket hozott. Mindegyik kimutatta, hogy valamiféle kis mikroszerkezeti elváltozás van a fogzománkban, illetve a dentinben, viszont ennek a későbbi sorsáról megosztóak a vélemények. Egyes kutatócsoportok azt mondják, hogy ez későbben visszaalakult, tehát remineralizálódik a nyálból. Más kutatások szerint ez tartós mikroszerkezeti elváltozásokat okoz, ami igazából egy-egy fehérítési ciklus alkalmával nagyon nagy tartós változásokat nem fog tudni okozni, de ugye, hogyha ezt többször megcsináltatja az ember, ezt a fogfehérítést, akkor azért mindenképpen egy tartós elváltozással kell, hogy számoljunk. A patikákban, drogériákban kapható különféle fogfehérítő termékek hatásai tudományosan nincsenek alátámasztva. Fogfehérítő termékekkel kapcsolatban a fogkrém gyártó márkáknak majdnem mindnek van saját fogfehérítő fogkréme, amiről azt kell tudni, hogy az ilyen abrazív szemcsék, tehát az ilyen fog felszínét idézelve polírozó szemcséknek a tartalma nagyobb százalékú. Ezek mindenképpen, tehát ezeknek van létjogosultság a használatuknak, mivel a fogmosás során a felszíni lerakódásokat, elszíneződéseket az ilyen abrazív szemcsés fogkrémekkel mindenképpen hatékonyabban tudjuk eltávolítani. A fogfehérítő anyagokkal kapcsolatban már nem ilyen pozitív a véleményem, mivel sajnos minden tudományos háttér nélkül általában különböző hírességek bevonásával reklámoznak ilyen-olyan különböző fogfehérítő pasztákat és rendszereket. Van egy bizonyos márka, amelyik peroxidmentesnek hirdeti magát, de erről is azt kell tudni, hogy a bomlás tárhatók között peroxid keletkezik. Ezáltal a folyamat nagyjából ugyanaz, mint amit az előbb felvázoltam. Úgyhogy csak náluk még az a hátrány, hogy ugye nincsen ellenőrzött körülmények között, tehát otthoni fogfehérítés során nem tudja senki ellenőrizni, hogy ez megfelelő körülmények között történik-e, illetve semmi tudományos kutatás nem támasztja alá ennek a hatékonyságát. A fogak felszíni elszíneződésein a fogászati kezelésekkel lehet javítani, de igazi fogfehérítő módszer nem létezik. Csodaszer tényleg nincsen arra, hogy ezt megelőzze az ember. Ahogy az elején említettem, ez egy nagyon sok tényezős dolog, amit így egy-egy ponton tudunk esetleg egy picit befolyásolni, de olyan veszélytelen fogfehérítési módszer az egész dolognak a fiziológiájából adódóan nem létezik. Tehát a felszíni elszíneződéseket azt,
azt mindenképp tudjuk, rendszeres fogászati kezelésekkel, fogköveltávolítás, fogfelszín polírozása, van ilyen speciális homokfújó eljárással történő fogtisztítás, ezeket ha az ember fél évente elvégezteti, akkor mindenképpen elérhető egy-két árnyalattal világosabb fogszín. Illetve most nagyon nagy divat ez a fogfehérítés, viszont nem mindenkinek a krétafehér fog áll jól, tehát a hajszín, bőrszín, szemszín, életkor, illetve a nem is befolyásolja azt, hogy milyen fogszín áll jól az adott egyénnek, és nem biztos, hogy egy teljesen világosra fehérített fogszín lesz a legszebb a pátyás szájában. A porcelán leplezett fogpótlások nem színeződnek el az idők során, viszont a műanyagok igen, melyeket a megfelelő eljárással újra helyre lehet hozni. A kivehető fogpótlások nagy része műanyagfogat tartalmaz, a rögzített fogpótlások pedig mostanában 99%-ban már a porcelán leplezett pótlások. A porcelán leplezett pótlásoknak az elszíneződése az nem figyelhető meg az idő során, viszont a műanyagfogaknak az elszíneződése az ugyanúgy a külső hatások miatt megfigyelhető. Ezt viszont bármikor egy nagyon gyors eljárással fel lehet ismételten polírozni, és onnantól minden külső elszíneződés eltávolítható róla. Természetesen a műanyagfognak belső elszíneződéséről arról nincsen szó, tehát annak a belsejében nem jutnak be semmilyen, tehát nem jut be semmilyen színezőanyag. A fogfehérítés tehát nem feltétlenül ajánlott, hiszen negatív következményei lehetnek, ugyanakkor nem mindenkinek áll jól a nagyon fehér fog.